Hol a házak mese szépek, mindig szól a varázs ének. Dalolnak a tündérlányok, álmomban én odajárok. Mentovics Éva költőnő gondolataival szeretettel köszöntelek benneteket, kedves harmadik és negyedik osztályos gyerekek. Szeptember 30-a 2005 óta a Magyar Olvasótársaság kezdeményezésére a Magyar Népmese napja. A legnagyobb magyar mesemondó, mesegyűjtő, Benedek Elek 1859. szeptember 30-án született, ezért döntöttek e dátum mellett. Erre az alkalomra nagyon készültek az óvodások, illetve készültek az alsó tagozatos gyerekek, illetve a pedagógusok. Az óvodából a gyerekek a Csokonai könyvtárba mentek a délelőtt folyamán, ahol Szabó Péterné gyerekkönyvtáros mesélt a gyerekeknek, több csoportnak, forgószínpad szerűen. Az általános iskolában az első-második évfolyamon a délelőtti órákban egy interaktív mese jelenetet néztek meg a gyerekek, és az volt a címe, hogy a Kis Gömböc című mesét dolgozták fel a tanítónénik. A mese olyan lelki táplálék, amely életre szóló nyomokat hagy bennünk. A mesélés belsőséges hangulata adja meg az érzelmi biztonságot, a nyugodt, csendes, szeretetteljes légkört, ahol meg lehet pihenni, el lehet lazulni. A harmadikosok, negyedikesek a gyülekezeti teremben meséltek egymásnak. Hogy miért is kell sok-sok mesét olvasnunk? A mesehősöknek nincs múltjuk. Az állandó jelenben élnek. Nem tervezgetnek, hanem cselekszenek. Nem elképzelik, hogy hogyan szeretnének élni, hanem konkrét lépéseket tesznek ennek érdekében. Tanuljunk a mesehősöktől. Számtalan tanulmány erősíti azt, hogy mesét hallgatni, mesét olvasni micsoda jó hatással van a gyerekekre, mennyire fejleszti vizuális képességeiket, kreativitásuk kibontakoztatását. Ráadásul a mesének nincsen sem alsó, sem felső korhatára. Én elég kiskorom óta a mesék országába ragadtam, bekerültem, és igazából a mese az egy... ahogy már odabent is elmondták, egy olyan pont, ahova mindig lehet menekülni, a mesébe mindig bele lehet futni, bárhol, bármit csinálsz, bárhogy érzed magad. A mese az egy olyan pont, ami mindenhonnan kihúz. A páratlan magyar népmese kincset a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió tette, világszerte is ismerté.